Halló! Halló, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Próbastream van, megnézzük, hogy hogyan működik ez a dolog. Sziasztok, innen a home office-ból. Ugye, egyrészt megnézzük azt, hogy hogyan működik ez a livestream, illetve pár administratív dologról is beszélünk, de tényleg csak minimálisan, amit eddig úgy tudni lehet. Illetve átbeszéljük ezt a ötödik fejezetet, csak tényleg a teszt kedvéért. Tehát erről az ötödik fejezetről beszélnénk, ugye a könyvből. Múlt héten már a legtöbb laboron ez szóba került, csak van egy csütörtöki laborom, ahol ez a dolog elmaradt, úgyhogy ezt most meg fogjuk nézni, tényleg csak nagyon röviden, mert egyébként olyan nagyon bonyolult dolgunk nincs ezzel, tehát nagyon sok dolgunk nincs ezzel, de azért csak átbeszélnénk, hogy mi is itt a teendő. Szóval, nagyjából arra lehet számítani, hogy lesz hetente, hát egy ilyen stream biztosan, valószínű élőben, és utána a többi órarendi időpontban ezeket vagy riránoljuk, vagy megnézzük YouTube-ról, vagy valamit majd kitalálunk. Csak akkor lesz második stream, hogyha valami kimaradt, ami fontos lenne, vagy valami plusz dologról kéne még beszélni. Ami viszont biztos, hogy kicsit erősebb lesz úgymond az online jelenlét, tehát ha valaki szeretne velem beszélni, akár Facebookon is elérhet, de akár Skype-on is, hogyha élőszóba szeretne velem beszélni, akkor a laborok időpontjában mindig elérhető leszek. Nagy részt, hát most lehet, hogy nem pontosan órarend szerint mondjuk 10 órától, de lehet, hogy fél 11-től vagy ilyesmi, de az órarendi időpontokban én mindig elérhető leszek. De hát tudjátok, hogy egyébként is azért elég jó elérhetőek vagyunk. Ott van a Facebook csoport, ami ugye a Standard Interface, ott mindig jöhet kommentbe a kérdés, lehet beszélgetni, illetve ott is Norbi is folyamatosan teszi ki a Prog 1-es posztokat, akár előadásról, akár laborról legyen szó. Mondom, én tényleg csak azért nyomom ezeket a streameket, hogy ez egy kicsi plusz a fölött, amit Norbi csinál. Alapvetően Norbi videói is bőven elegek lennének, hogy megoldjátok a feladatokat a könyvből, de ha valaki szeretne egy kis plusz, nyilván az én laborjaimnak főleg, de bárki, aki a Prog 1-en jelen van, az nyugodtan kérdezhet, nyugodtan jöhet és nézheti a streamet. Ugye itt látjuk a chatet, nyugodtan lehet kérdezni a chatbe, akár ilyen aszinkron módon is. Én itt látom folyamatosan magam mellett, nem azt mondom, hogy rögtön fogok tudni válaszolni mindenre, sőt, az sem biztos, hogy rögtön, tehát hogy egyáltalán fogok tudni válaszolni dolgokra, de azért igyekszem, és nyugodtan kérdezzünk. Na most, amilyen plusz, ugye jó lenne, hogyha tudnánk együtt haladni, de hát nyilván ez nem feltétlenül lesz így. Emiatt nyugodtan lehet a chatbe kérdezni, és akkor, hogyha valami nem világos, akkor nyugodtan kicsit, tehát kérdezzetek, és akkor én kicsit mélyebben elmagyarázok egy-egy dolgot, ha nem világos. Jó. Emellett készítettem egy Drive-on egy foldert, amit most itt a chatbe be is dobok, mármint a linket, nem a foldert. Ebbe a folderbe lehet esetleg ilyen screenshotokat tenni, hogyha valakinek mit tudom, valamilyen hibája van, nem fordul le, fura eredményt ad, akkor az dobja be ide, és linkelje be a chatbe. Már is megosztom itt ezt a linket. Jó, tehát itt ide be lehet dobni nyugodtan a ilyen kis screenshotokat, hogyha valami nem világos. Itt van egy ilyen táblázat is. Nem vagyok biztos benne, hogy ennek van értelme. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha látnánk azt, hogy ki kicsoda a chatbe, mert majd lehet, hogy lesznek ilyen jelenléti ívek is, de ezt majd még meglátjuk, hogy hogy lesz, hogy hogyan kéne a jelenlétet adminisztrálni.
meglátjuk. Sok kérdés van még, amire nem látjuk most hirtelen még a választ, én legalábbis biztosan. Lehet, hogy úgy kezdődne minden ilyen stream, hogy beírjátok, hogy jelen, és akkor azzal a jelenléti meg is van oldva, de erről majd még beszélünk. Oké is. Na most jött is rögtön egy kérdés, hogy a programvédések hogyan lesznek megoldva. Ez pontosan egy olyan kérdés, amire még nem tudok választ adni, meg úgy általában a számunk kérdések kapcsán sem tudok még választ adni. Norbival fogunk erről beszélni, nem tudom, hogy itt van-e esetleg a chatben, hogy ő neki van-e esetleg valami infója. Egyelőre a számunk kérdések kapcsán még nincsenek, nem látunk tisztán, hogy lesz. Egyelőre az óratartások kapcsán próbáljuk bogarászni, hogy mit is kéne, hogy is kéne csinálni. Számunk kérdések kapcsán most egyelőre még nincsen infónk. Jó, úgyhogy ezzel kapcsolatban később mindent meg fogtuk tudni időbe. Ugye, ha jól tudom, még 8 hét van a következő héttel együtt, ha jól emlékszem, és addig biztosan ki fog derülni minden, tehát minden időbe ki fog derülni, ebben nyugodtak lehettek, tehát olyan nem fordulhat elő, hogy itt a különleges helyzet miatt valakinek nem sikerül a prog 1, tehát ezzel rendben lesz. Jó. Igen, látom, jött a follow, köszönöm szépen. Másik, hogy ja igen, hogy a beadási határidők. A Cézár az a negyedik fejezet? Jól gondolom? Igen, a Cézár a negyedik fejezet. Ezt a héten kellett volna ellenőriznünk? Nem, a jövő héten kellett volna, ugye? Már itt a home office-ban nem is tudom pontosan, hogy hogyan is állunk. Segítsetek ki, hogy ez melyik hétre volt határidős. A negyedik fejezet. Szerintem az jövő hétre lenne egyébként. Igen. Jó, hát akkor legyen jövő hét, jó? Tehát jövő héten fogom nézegetni, hát valószínűleg a hét második felébe. Ugye én most nyilván nem laboron fogom megnézni mindenkinek a könyvét, hanem most már ugye GitLabról fogom nézegetni, és akkor a Cézár ez legyen jövő héten. Most meg amit átbeszélünk, ugye ami maradék ötödik fejezet, az pedig két hét múlva. Jó? Oké is. Na, akkor most földobnék egy kérdést, tehát hogy van-e esetleg kérdés, ami így hirtelen felmerült, azt nyugodtan írjuk most be a chatbe. Így akár adminisztratív, akár az anyaggal kapcsolatban. Várok egy percet, és akkor... Ha nincs más, akkor meg is nézzük ezt a ötödik fejezetet. Jó, rendben van. Na. Akkor főleg a csütörtöki laborumnak szól ez a dolog, mert a többiek elvileg már túl vannak ezen, hogy mit is kell itt csinálni, meg hogyan is kell itt... tevékenykedni. Ugye Hello Mandelbrot alapvetően a Mandelbrot halmaz köré épül ez a fejezet főként, illetve vannak itt egy Julia halmazos feladatok is, kudás feladatok, de alapvetően a Mandelbrot halmaz, ami itt a fő téma, és annak egy ilyen rajzoló programja, hogy hogyan lehet ezeket a Mandelbrot halmazokat kirajzolni, pontosabban a Mandelbrot halmazt. Én most a matekos részben nem mennék bele két okból se, egyrészt mert itt nagyjából le van írva, meg utána is tudtok nézni elég sok helyen, másrészt pedig ez azért nem az erősségem alapvetően, tehát ez már egy olyan matek, ami már nem az én területem, hogy őszintén megvalljam. Magát a képletet látjátok itt leírva, meg hogy mi is ez a Mandelbrot halmaz, hogyan kell kiszámolni, hogyan kell elkészíteni, de hogyha ez esetleg nem világos, akkor itt a forráskód, és ez alapján már nyilván világosnak kell, hogy legyen. Tehát itt ez már magáért beszél, ugye a forrást az mindig magáért beszél. Jó. Mit is kell itt csinálni? Ugye látjuk, van itt egy kis megoldás videó, Norbinak a videója, illetve itt van maga a forráskód, amit itt meg is nyitottam nektek.
És akkor tulajdonképpen annyit kell csinálni, hogy ezt a forráskódot kellene föléleszteni. Na most mi is itt, amit rögtön látunk. Ugye kell hozzá egy library, ami hát nem biztos, hogy nektek telepítve van, sőt, szerintem ezt a PNG++ library-t ezt külön le is kell tölteni, hogy tudjon működni a dolog. Ugye, és akkor utána tudjuk fordítani és futtatni. Na most én itt előkészítettem, lássuk is itt a forrásba, hogyha megtalálom. Oké, és ha jól emlékszem, akkor ezt ide tettem. Igen, a BHAX, Attention Raising és a kudás mappába, ahol az elérési útja is van. Így van. Tehát itt van nekünk ez a forráskód, amit nekünk fordítani kell. Ez a Mondel PNGT C++, illetve itt van mellette az a PNG++ library, amit ugye a forrás fog majd kérni. Tehát amit neki inkludálnunk kell. Ezt online le tudjátok tölteni, és oda teszitek mellé, ugye látjuk, nagyon fontos, ezerszer elmondom, egyébként mindig előjön ez a hiba, ugye a kacsacsőr és az idézőjel között, jó, de nyilván ezért ezen lendüljünk túl, ugye az idézőjel az mindig itt a lokál mappába keresi az include-ot. Jó, és akkor fordítsuk le, reméljük, hogy működni fog. Ugye ilyenkor szokott jönni az, hogy nem működik, és akkor jöhet a kifogás, hogy tegnap még működött. Oké, és mi is kell még nekünk, ugye kell egy kimeneti fájl, illetve be kell még nekünk linkelni a PNG library-t, ha jól sejtem. Szuper, le is fordult, és akkor futtassuk. Ugye rögtön írja nekünk ugye a használatot, ugye ez egy egyszerű kis hibakezelés, hogyha nem jól futtatjuk. Ugye itt látjuk a forrásba ezt a kis részt. Ugye kell neki egy kimeneti fájl név, hogy hova ments el magát a kimenetet. Jó, ez itt szépen kiszámolja nekünk, és utána meg is tudjuk nézni. Rögtön válaszolok a kérdésekre csak. Oké. Jó, ez itt elmentette nekünk, és akkor ezt a PNG-t meg is tudjuk nézni. Mindjárt megkeresem itt. Jó, és akkor hát ezt kell nekünk látni most ebben az esetben. Jó, tehát ez a kimenete a programnak. Oké. Jó, itt látjuk kiírja, hogy mennyi idő alatt lett kész, ez mindjárt fontos lesz, mert megnézzük akkor, hogy a kudás változat hogyan is működik. Na, akkor ami kérdés itt van, hogy lesz-e VOD? Igen, lesz, legalábbis remélem, hogy a Twitch-et úgy állítottam be, hogy ne dobja ki a felvétel, tehát tárolja el. Tehát egyrészt a Twitch-en is itt lesz, de az csak 2 hétig, viszont át fogom tenni YouTube-ra is. Jó, tehát YouTube-on pedig permanensen ott lesz. Twitch-en ugye csak 2 hétig, mert az nem egy permanens tár ebben az értelemben. Jó, tehát 2 hétig a Twitch-en lesz elérhető, de valószínű a stream után rögtön át is teszem YouTube-ra. Jó, hát a terminált fentebb lehet-e húzni, nem tudom pontosan mire gondolsz. Szerintem arra, hogy a kamerakép kitakarta, ugye? Á, igen. Jó, akkor erre majd próbálok figyelni, hogy ne takarja ki a nagy fejem a terminált. Jó, rendben van. Na, úgyhogy nagyjából ennyi lenne az első része a dolognak. Nyilván a matekos részt is jó lenne emészgetni, bár tudom, hogy ti elsősorban programozók vagytok, úgyhogy a matek az nem feltétlenül a kedvenc témátok, de azért ennyit azért illik megemészteni, meg érdemes is. Aki szeretne, írhat saját implementációt, igazából ez rátok van bízva, de itt van készen, ahogy az megszokott, igazából, ha jól tudom, mindegyik feladathoz van kész kód, úgyhogy azokat lehet használni. A komplex osztályosra mindjárt kitérünk,
azt csak egy picit a levegőbe hagynám most, mert előbb nézzük meg a kudás megvalósítást. Most ez a kudás megvalósítás, ez, ha jól emlékszem, előadás feladat, tehát nem labor feladat, de mindenképp jó lenne ránézni, hogy hogyan is működik ez, hogyha megtalálom itt, meg van nyitva nekem, nem, nincs meg megnyitva nekem. Úgyhogy akkor megnyitnám, hogy ha megtalálom, így van. Jó, tehát itt van nekünk ez a kudás megvalósítás. Most a részletekben nem mennék bele, mert ez egy kicsit több utánolvasást igényel, hogy mi ez a device, meg mi ez a globál, meg ilyesmi. Ami lényeg, hogy ez a megvalósítása a Mandelbrot halmaz rajzolónak, ez a CUDA kártyánkon fog futni, tehát GPU fogja számolni nekünk tulajdonképpen ezt a Mandelbrot halmazt, illetve ez fogja kirajzolni. Ugye akkor nézzük is meg, hogy itt mi a teendő. Annyi a különbség, hogy ez, tehát először is nyilván telepítenünk kell egy Nvidia driver-t, telepítenünk kell egy CUDA toolkit-et. Erről találtok részletes leírást az Nvidia honlapján, hogy hogyan lehetséges, én ebbe most nem mennék bele. Meg lehet ezt találni, hogy hogyan működik. Annyi a különbség, hogy ezt MVCC-vel kell majd nekünk fordítani. Ugye, ami hasonlóan működik, mint a korábbiakban is, megszokott, csak ugye ez a CUDA toolkit-nek a fordítója tulajdonképpen. Mandel GPU, remélem nem fogom elérni, de majd mindjárt kiderül. Egy perc türelmet, mert... Ja igen. Itt is át kell írni. Jó, mert itt is lokálban van a PNG++ library. Legalábbis, ha jól emlékszem, ez volt a gond. Oké, és akkor innen már tudjuk futtatni. Hasonlóan, mint a előzőt, itt is kell neki egy output file név, és ez szépen ki fogja nekünk rajzolni. Jó? De azért nézzük meg itt is, hogy jól dolgoztunk-e. Ugye itt is output PNG lett a neve. Jó, és látjuk, hogy ugyanaz lett az eredmény, tehát ugyanúgy ezt a kis rajzot kirajzolta nekünk, és rögtön látjuk azt, hogy azért a különbség azért nem kicsi, tehát óriási a különbség. Hát igen, ez a CPU és a GPU közötti fő különbség. Jó. És itt jött egy kérdés, hogy mi lehet az oka, hogy nem ugyanazt rajzolja ki CUDA-val. Hát ez jó kérdés. Nem tudom, hogy be tudod-e dobni esetleg a megosztott mappába a kimenetedet. Bedobom újra ide a linket, hogyha esetleg később jöttél. Hogyha tudod, akkor dobd be ide a kimenetet, és akkor megnézzük, megpróbáljuk közösen megfejteni, hogy mi lehet a probléma. Oké is. Jó. Ha jól emlékszem, én is kaptam valami hibát. Talán az, hogy teljesen üres képet rajzolt, vagy lehet, hogy ez egy másik verziónál volt, de dobd be a képet, és akkor megnézzük. Jó, na akkor eddig van esetleg kérdés a CPU-s Mandelbrot rajzoló és a GPU-s Mandelbrot rajzoló kapcsán? Van-e kérdés eddig? Jó, dobjuk be, és akkor addig pedig menjünk tovább. Oké, és na, második feladat ez a komplex osztályos megvalósítás. Ugye maga a Mandelbrot halmaz, illetve annak kirajzolása ugye a komplex síkon történik, illetve maga a számolás ugye a komplex síkon történik. Ugye előző fél évben volt nektek, ha jól tudom, diszkrét matek. Ebből tanultátok, hogy mi is az a komplex szám, hogyan működnek. Ugye arra a kérdésre keressük a választ, például itt írja itt a mínusz 9 kapcsán, hogy mi az a szám, aminek a négyzete mínusz 9. És akkor ugye ez a 3i tulajdonképpen, ugye ebben az esetben ugye a komplex számnak ugye a
képzetes része. Ennél sokkal mélyebben nem feltétlenül akarnék belemenni, mert nem a matek a fő erőségem. Ugye a lényeg, hogy a komplex síkon történik ez a számolás, és itt látjuk, hogy azért itt ez a számolás az alapverzióban sima ilyen floatokkal történik, tehát nem a standard osztálybeli komplex típussal, tehát nem a komplex osztállyal. Azt kéne most megvalósítani, én itt most nem fogom, mert itt ez egy kicsit több időt vehet igénybe, hogy ezek a komplex osztállyal működjenek. Most itt ugye találtok dokumentációt, tehát hogyha rákerestek arra, hogy ez a STD komplex hogyan működik, ugye itt látni fogjátok, most idehozom a böngészőt, hogy ugye a CPP Reference Library-ben ugye itt van maga, hogy hogyan működik. Nyilván ez alapján kellene megcsinálgatni ezt a dolgot, átírni. Ugye hogyan tudjuk kezelni, ugye nyilván a konstruktora hogyan működik, ugye hogyan tudjuk paraméterezni ugye valós képzetes résszel, meg hát sok más egyéb. És ugye itt van egy kis példa is, ami nem biztos, hogy a legegyszerűbb egyébként, vagy a legjobb így első ránézésre, de ez alapján kellene ezt elkészíteni, akár ezt a verziót átírni, akár a saját verziótokat átírni. Jó, úgyhogy ez lenne itt a feladat. Ugye itt a könyvben van egy megoldás, tehát ezt is lehet alapvetően használni, de azért ez egy kicsit máshogy működik, mint ami itt van. Jó, tehát itt már egy kicsit látjuk több argumentumot is kell adni, itt látjuk, picit ez másként működik, meg ugye maga a képnek a rajzolása is egy picit elegánsabban van megoldva. Részletkérdés egyébként, jó lenne ezt a forráskódot megemészgetni, hogy hogyan is néz ki, hogyan működik. Jó, de mondom, a igazi ultimate megoldás az lenne, hogyha ide tennétek be a komplex osztályos megvalósításotokat. Jó, rendben van. Oké, és na. Menjünk tovább. A biomorfokkal én őszintén szóval most nem foglalkoznék. Itt is van egy megoldás videó, illetve van a forráskód is. Norbi videóját tekinthetitek egy ilyen online digitális anyagnak. Abból ki tudtok indulni. Itt annyi a különbség, hogy ilyen Julia halmazokat nézeget. Ez is megint ilyen matematikai dolog. Én tényleg nem akarnék ebbe most belemenni. Mondom, nem is ez a lényeg, meg nem is feltétlenül értem, hogy ezek hogyan működnek. Nem az én világom. Minden itt van. Próbáljátok ki ezt a forrást, nézzétek meg, hogy mit rajzol ki, hogy rajzolja ki. És akkor itt ez minden. Minden itt van tulajdonképpen. Oké, és jó. Na, közben csak látom, hogy a kolléga beküldte a képet. Most ezt megpróbálom letölteni, hogy megnézzük, hogy mi lehet a probléma. Oké, és jó. Tehát ezt a képet kapja a kolléga. Ugye nagy üresség, és akkor itt alul rajzol ki valamit. Rémlik, hogy kaptam én valami ilyesmi hibát, de őszintén szóval nem emlékszem, hogy mi volt a probléma. Mintha rémlen, hogy én is kaptam ilyen hibát. Kapott esetleg valaki más ilyen hibát? És rémlik-e neki a megoldás? Nem pontosan emlékszem. Illetve, hogy az UD-prokba esetleg tette már valaki ki ilyen kérdést. Nem. Jó. Akkor az lesz a megközelítés, hogy ezt a hibát most idézőjelben megjegyezzük, hiszen itt van a videón, és akkor vagy a YouTube videó alá menjenek kommentbe esetleg a javaslatok, vagy majd az UD-prokba. A videót be fogom linkelni az UD-prokba, és akkor ott majd, hát ha valaki talál erre a problémára megoldást, vagy valakinek van már válasz erre a dologra. Jó?
Mert rémlik, hogy kaptak is hallgatók ilyen hibát, meg volt is, mintha én is belefutottam volna, de már nem emlékszem, szerintem tavaly vagy tavaly előtt. Jó. Oké is. Jó. Na, menjünk tovább, hiszen van még nekünk itt egy feladat. Ez a 5.5-ös, a Mandelbrot nagyító és utazó C++ nyelven. Most erre itt ezt a blogposztot is érdemes megnézni, de itt nem tudom pontosan, hogy a nagyítás implementálva van-e, nem emlékszem rá. Viszont ami biztos, hogy SourceForge-on én találtam egy megoldást, egy ilyen fraktálrajzoló programot. Ó, megpróbálom nektek megkeresni. Igen, itt a SourceForge. Már is mutatom. Egyébként ez Bátfai Norbinak a megoldása. SourceForge továbbra is nagyon lassú. Jó. Oké. Ha jól emlékszem, de mindjárt megnézzük. Ha jól emlékszem, akkor ez a megoldás az. Jó, itt látjátok. Ha jól emlékszem, de ha tévednék, akkor be fogom linkelni a videó alá kommentbe, jó? Vagy az UD-progba poszt alá kommentbe, jó? Ha jól emlékszem, ez az. De nézzük is meg, hogy hogyan működik. Hiszen ez már egy Qt-s program. Ehhez telepíteni kell a Qt-t. Jó? Ezt tudjátok a qt.io weboldalról. Tehát innen le tudjátok tölteni. Van fizetős megoldása is, de hogyha open source-ba használjátok, akkor ingyenes. Töltsétek le, telepítsétek, ilyen sima Next-Next-es telepítője van. Biztos vagyok benne, hogy nem fog gondot okozni. És akkor utána tudjátok ezt a projektet mékelni. De nézzük is, hogy hogyan kell. Ugye egyrészt nyilván ugye a Qmake-kel kellene nekünk, de én máshova telepítettem, mint az alaptelepítés, tehát a Qmake programmal kell. Ez ilyen, hát majdnem olyas, mint a costume make, csak ugye ez a Qt-nek a make parancsa tulajdonképpen, tehát Qt make-et kell futtatnunk. És ez pedig nekem itt van ebbe a mappába, ti meg ahova telepítitek. Igen. És akkor itt van a Qmake, és a frag.prót kell neki átdobni paraméternek. Jó, ezzel kigenerálja nekünk ugye a makefile-t, ezután mékeljük ezt a projektet, és utána szokott módon, ha minden igaz, tudjuk futtatni is. Jó, és akkor itt van nekünk ez a Mandelbrot halmazrajzoló kis programunk, ugye ez már egy Qt-s alkalmazás, és akkor így egérkattintással tudunk belenagyítani. Wow! Jó, ugye ez az, amit mondtam múlt héten laborokon, hogy a nagyítást ne úgy képzeljük, hogy kigeneráljuk a PNG-t és belenagyítunk, hanem így, hogy tényleg újra iteráljuk magát a számítást, tehát ezeket a kis részeket, ezeket itt most nekünk gyakorlatilag újra számolja. Nem azt mondom, hogy tökéletesen működik, mert mintha egy kicsi pozícionálási gond lenne itt-ott néha, de alapvetően egy tök jó program, és ez szépen nekünk itt a bizonyos határig újra kigenerálja nekünk. Jó, hát ez most CPU-n fut, látszik is, hogy kicsit lassúcska is, hát ez most GPU-ra nem biztos, hogy érdemes elkezdeni átírni, de egy nagyon jó kis feladat lehet, ahogy gondoljátok. Jó.
Na közben ránézek a chatre, hogy mi itt a helyzet. Azt mondja, hogy... Hát ennek több értelme van, mint a laboroknak úgy általánosságban. Hát ezt most olyan mélységig nem akarnám kommentálni. Igen. Oké. Jó, itt látjuk, hogy a telepítési parancs is bekerült. Igen, akár még működhet így is, bár picit sok sudót látok itt. Sok a sudó abget. Jó, tehát abból egy kicsit sok van, de egyébként ja. Így ez jónak tűnik. Oké, és tehát ezeket kell telepíteni. Jó, rendben van. Oké, és na nézzük, hogy mi van még itt. Oké, és tehát ez a Mandelbrot nagyító és utazó C++ nyelven, illetve ugyanez Java nyelven. Itt is be van linkelve a videó, illetve a megoldás forrása is itt van. Ez nyugodtan lehet ezt is használni. Ez is egy jó megoldás. Itt szerintem itt maga a forrás is készen rendelkezésre áll. Jó, oké, és rendben van. Na, akkor kérdés van-e esetleg így akár adminisztratív, akár az előadás kapcsán? Tehát mármint, hogy az óra kapcsán, amit ma beszéltünk. Jó, most várok még itt egy kicsit, hogy esetleg a streambe valami felmerül-e valami kérdés. Oké, és rendben van. Aha. Jó. Na most a streamek másfél órások lesznek, vagy amikor végeztél, akkor befejezzük. Na most a streamek annyi ideig tartanak, amíg én úgy beszélek. Tehát amíg beszélek tulajdonképpen az anyagról. Igazából annak nem látom értelmét, hogy most ti itt elkezdtek dolgozni, tehát kiadom a feladatot, elkezditek csinálni, meg így ücsörgök és bénzitek a fejemet. Maga a Twitch-et az működik ugye akkor is, amikor offline vagyok, tehát amikor a csatornán nincs adás, illetve tudtok kérdezni Skype-on. Tehát itt most vége lesz a streamnek, én online-nál válok Skype-on, és akár ott is tudtok kérdezni, de továbbra is azt mondom, hogy a legjobb az lenne, hogyha Facebookon kérdeznétek, mert ott mindenki látja, és akkor nem az van, hogy Skype-on 60-an megkérdezitek ugyanazt, hanem akkor az ott tényleg látszik. Amin még gondolkodok, és hogy itt ProGedgen élesítsem ezt a dolgot, hogy fogok csinálni egy Discord szervert, nem ennek a tárgynak, hanem az eSport tárgynak. Ugyanis ott elvileg hétfőn fogjuk kezdeni ezeket a streamelős laborokat, úgyhogy hétfőn már én streamelni fogok azt, hogy lolozunk. Fantasztikus élmény lesz, és ahhoz ugye kelleni fog egy Discord szerver is, és akkor ott azon a Discord szerveren meglátjuk, hogy ilyen ProGedges kérdések tudnak-e jönni. Az ilyen Skype meg ilyesmi dolgok mind-mind arra lesznek, hogyha valaki élőszóba szeretne kérdezni, nyugodtan lehet itt a chaten is kérdezni, igyekszek válaszolni, de mondom, a legjobb az lenne, hogyha az UD Pro-ba, a Facebook csoportba kérdeznétek, mert ott tényleg mindenki látja, és ott tényleg aszinkron tőlünk, oktatóktól aszinkron módon is érkezhet sok válasz, sok megoldás. Oké, és tehát a streamek addig fognak tartani, amíg kérdések vannak így rögtön az elején, illetve amíg én beszélek. Jó. Akkor facecam-es videókkal mi lesz? Mármint, hogy amit ti csináltok facecam-es videókkal? Szerintem azok elvileg mennek tovább, de ugye azok a számonkérés részét képezik, és annak kapcsán most még nem tudok én konkrétan sokat mondani. Ami kiváltaná a védést. Aha. Szerintem azok mennek tovább, tehát azokat továbbra is csinálgatni kellene.
De itt majd, tehát hogy nincs számonkérés. Számonkérés kapcsán majd később tudunk felvilágosítást adni. Most még, és még ott sok a kérdőjel, hogy hogyan lesznek. Ugye vizsgaidőszak, hogy lesz, stb. Ez erre most még én nem tudok válaszolni. Szerintem, ha a facecam-es videókat valaki elkezdte csinálni, az folytassa és csinálja tovább. Jó? Mert azok szerintem ilyen alap dolgok, hogy az mehet teljesen online, aszinkron mindentől. Az eddig is úgy volt, hogy nem, tehát én laborokon nem ellenőriztem facecam-es videókat, itthon ellenőriztem ezeket. Oké, és... Jó. Olvasónapló beküldési határideje mikor van? Az én laborjaimon megbeszéltük, hogy múlt héthez képest 3 hét. Vagy 2 héttel ezelőtthöz 3 hét. De most nem emlékszem pontosan. Ezért rossz ez a home office, mert úgy egybefolynak a napok meg a hetek, hogy már nem tudom követni, hogy mi történik. Jó. Marad ugyanaz, ami volt a megbeszéltek szerint. 2 hét múlva ellenőrizném akkor az első kört, és addig dolgozzunk fel mindent. Jó? Tehát 2 hét múlva megnézem mindenkiét, és addigra, ami addig ki van adva, ki volt, vagy ki lesz adva, azokat minden dolgozzunk fel. Jó? 2 hét múlva. Jó. Hogy vagyunk? Hát, köszönjük. Lesz-e Witcher stream? Hát, ha lesz is... Talán később. Ó, hello Caprioli. Szerintem Siege stream, hát ha a gépen bírja a streamet és a gémet egyszerre, akkor még az se kizárt. Egyébként érkezett javaslat az e-sport óra kapcsán, mert most kicsit máshogy csináljuk, hogy legyen több játék, majd meglátjuk. Jó? Oké, és... Jó, legyen LOL helyett bármi más. Hát most LOL van az a helyzet. Oké is. Ha eddig nem csináltam a facecam-es videót, attól még utólag be lehet pótolni. Csináljátok a feladatokat. Jó. Nyilván a határidőkre figyeljünk oda. Most én erre hagyd ne válaszoljak igennel vagy nemmel. Csináljuk a feladatokat, az a lényeg, programozzunk. Ha ez facecam-es videó, facecam-es videó, ugye az ilyen védés kiváltó jegymegajánlást úgyis a fél év vége fele fogjuk nézni. Legalábbis én, az mindenképp. Határidőket tartsuk, mert a határidők fontosak, de dolgozzunk, csináljuk a feladatokat. Mi a rankom LOL-ba? Nincs rankom LOL-ba. Jó, annyit nem játszok az élvollal. Ugye e-sport órán is azért van, mert ugye ez egy tényleg egy klasszikus és jó e-sport játék. Mint játék nagyon jó. De solo queue rankedet nem fogok játszani. Soha. Oké is. Jó, egyéb kérdés van-e esetleg? Főleg proggal kapcsolatban, mert e-sport kapcsán majd tegyétek fel e-sport órán a kérdéseiteket, ami egyébként hétfőn 10 órától lesz. Lesz-e nézői game? Hát, ha lesz annyi néző, akkor lesz game. Oké is. Jó. Na, a következő óra, ugye... Jövő héten már élesbe mennek ezek a dolgok, tehát ez most egy ilyen test stream volt. Remélem rendben volt minden, hallható voltam, látható voltam, látszódott minden. Jelezzetek vissza, akár itt a videó, YouTube videó alatt kommentbe, akár Facebookon, hogyha valamit szerintetek esetleg javítani kéne, akár a quality-n, akár tartalmilag nyugodtan írjatok. Ugye... Igyekszünk folyamatosan javítani ezen, hogy minél jobb legyen, illetve hogy ezeket a digitális anyagokat minél jobban át tudjuk adni. Nyilván vannak technikai korlátaim nekem is. Nem a legjobb a webkamera, nem a legjobb a mikrofon, de igyekszem azért a hallható és látható lenni. Jelezzetek ennek kapcsán vissza, hogyha valamit esetleg javítani kell.
Jó, lehetne minden délelőtt stream. Hát lehetne. Hát majd meglátjuk. Jó. Visszanézhető lesz-e végül minden óra? Igen, minden óra visszanézhető lesz. Beszéltünk róla már reggel, vagy hát a stream elején, hogy ugye itt is 2 hétig megtalálható Twitch-en, illetve majd át fogom tenni YouTube-ra, ott pedig permanensen majd elérhető lesz minden videó. Jó. Jelenlét, hogy lesz vezetve? Oké, jelenlét lesz vezetve, ha kell vezetni. Most ezt még nem tudom, mert ilyen administratív dolog. Ami egyrészt biztos, hogy van ugye az egyetemnek ez az e-learning rendszere, ez a e-learning.unide.hu, azt hiszem. Ott minden ilyen linket be kell tennünk, és a videók linkje, ha van PDF, PPT, minden egyes ilyen videót, meg tananyagot oda be kell nekünk linkelni. Elvileg ott vezethető jelenlét is, bár ez egy kicsit olyan furcsa lenne, hogy most ott elindítom az órát, és akkor oda bekattintjátok magatokat, hogy ott vagytok, de nem is vagytok ott, hanem itt vagytok. Na mindegy, amilyen első javaslatom nekem, hogy amikor elindul az óra, vagy amikor ide értek, akkor a chatbe beírjátok, hogy jelen, és akkor azzal már tulajdonképpen a jelenlét meg is van. Kicsit olyan fura a dolog. Nem tudom, hogy egyáltalán van ennek értelme, mert videót bármikor meg lehet nézni, de akkor innentől kezdve már jelen vagytok. Erre csináltam itt ebbe a ProGate mappába, amit belinkeltem a videó elején, egy ilyen kis táblázatot, hogy lássuk azt, hogy kinek mi a Twitch user neve. Hát az, hogy most ez GDPR szempontból rendben van-e, vagy nem, arra most hirtelen nem tudnék válaszolni. Aki nem szeretné oda beírni, az ne írja be, az küldje el nekem nyugodtan privátba itt a Twitch üzenetbe, tehát nem ne ide a chatbe, hanem van ilyen, lehet ilyen privát üzenetet küldeni, és akkor oda elküldheti a Neptun kódját, és akkor csak én fogom látni. Jó? Hát valami ilyesmire gondolnék a jelenlét kapcsán. Nem tudom, hogy van-e értelme. Jó, másik. Új mikrofon, green screen, komolyabb kamera. Hát, igen, ez mind-mind jó lenne. Egyébként gondolkodtam, hogy a telefonom kameráját állítom be webkamerának, de nem tudom, hogy most tényleg az én fejem a lényeg. Szerintem nem az, hanem ami itt a háttérben van. Oké, és jó, rendben van. Cségó, Fortnite. Az mostanában nem lesz. Fortnite biztos nem. Jó, oké is. Akkor, ha nincs több kérdés, én ennyit gondoltam most ebbe a streambe. Hétfőn kezdjük élesbe, hétfő reggel. Szerintem 8 órakor, de hogyha 8 óra 5-kor, akkor ne sértődjetek meg. Elvileg órarend szerint kell órát tartanunk, ami laborok esetében itt most azt jelenti, hogy nyilván valamennyit kell a tananyaggal magyarázgatnunk, vagy egy videót adni, vagy valamit, amit meg tudtok nézni, és akkor kell egy online jelenlét. Na most én itt a Twitch chaten fixen itt leszek mindig, tehát itt nyugodtan lehet kérdezni. Illetve YouTube, ez az amaz, de ezt majd meglátjuk, hogy kezdenek a chatbe elhalapozni a dolgok. Jó, tehát hétfő reggel találkozunk, 8-kor jövök élesbe a ProGate-gyel, illetve 10-tól az e-sporttal, de ezt majd az e-sportosoknak fogom mondani, és majd ott megnézzük. Az is mindenképp egy ilyen próba stream lesz, mert Windowsra kell majd belőnöm az OBS-t, ami... Hát, na mindegy, majd meglátjuk. Tudjátok, hogy a Windows-zal hogy vagyok. Jó. Okés. Aha. Ja, hogyha te ha a keddi laborba vagy, akkor kedden lesz a stream, vagy az is hétfő. Hát hétfő reggel biztos, hogy kell streamet indítani. Ez tuti. Az, hogy lesz-e minden órán egy ilyen stream, abban már nem vagyok biztos. Jó? Nem tartom kizártnak, hogy egy rerun lesz.
tehát hogy újraindítom ezt a videó, ezt a hétfői streamet a többi óra időpontjába. Majd meglátjuk, ki fogja ez magát. Most még nem biztos, hogy mindenre nekem itt válaszolnom kell. Ha lesz igény, akkor indítok egy streamet. Hogyha nem lesz igény, akkor csak egy rerun lesz, vagy itt a chatbe átbeszéljük, vagy mondom, Skype-on is online leszek, ha valaki ott szeretne élőszóba kérdezni. Mehet ott is. Küldje le OBS setupot, Caprioli. Már a Siege-hez vagy a LOL-hoz? Siege-hez van. Aha. Hát ha Siege-ezünk, akkor az a baj, hogy nagyon le vagyok maradva az operátorokkal. Egy pár szezon óta már nem nagyon van meg. Oké is. Jó, rendben van. Na, hát akkor én mára most ennyit terveztem. Ugye most tavaszi szünet van, tehát most még online jelenlétet nekem nem kell biztosítani, de nyugodtan még itt a Twitch-etbe is kérdezhettek, hogyha videó kapcsán van kérdésetek, illetve hamarosan át fog kerülni YouTube-ra, ott is kérdezhettek kommentbe, UD-progon is, tehát millió csatornán kérdezhettek, teljesen aszinkron módon itt vagyunk, amikor időnk engedi, válaszolunk, de még lehet, hogy a hallgatók is, hallgatótársaitok is tudnak válaszolni, valaki fog válaszolni mindenképpen, ha más nem, mi biztosan. Jó? Oké is. Na hát akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok, meg köszönöm a kérdéseket, és akkor hétfőn találkozunk. Na, sziasztok!